Tudtam, hogy mit csinálnak, és azt mondták, hogy ez így van rendjén. Ezt kell csinálnunk. Nem engedték, hogy bárkinek is elmondjam. Ez volt a mi kis titkunk. Azt mondta, hogy csak megcsiklandoz. Háromszor voltam házas, akkor is ugyanez volt, hiszen ilyen a világ. Minden a szexről szól, nem pedig arról, hogy igazán szeretünk valakit. Misty Kinzel vegyes családban nőtt fel Dél-Floridában. Azt mondja, mostoha apja kedves volt vele, de az édesanyja nem adta meg neki azt, ami után nagyon vágyott. Mindig távolságtartó volt. Olykor elveszítette a fejét, és a szexről beszélt velem. Talán egy szeretlek vagy egy ölelés jól esett volna. Igen. Nagyon jól esett volna. A szeretet, amit Misty kapott, gyakran csak a szeretet torz formája volt. Csak 7 éves volt, amikor egyik családtagja szexuálisan bántalmazni kezdte. 11 éves korára le is feküdt vele. Akkor nem tudtam, hogy ez rossz dolog, hiszen gyakorlatilag nem bántott. Bókolt nekem, és azt mondta, szeret. És ezt kell csinálnunk. Addigra egy másik családtag is molesztálni kezdte, Misty pedig bedőlt a hazugságoknak. Egy ilyen fiatal gyerek, aki szeretetre vágyik, el akarja hinni, hogy ez igaz. Becsapva éreztem magam. Senkivel nem tudtam megbeszélni. Senki nem hitt nekem. És még most sem hisznek. Misty 16 évesen férjhez ment, és egy év múlva várandós lett. Ekkor mondta el valaki az édesanyjának, hogy Misty lefeküdt az egyik családtaggal. Az anyám a falnak lökött, és ütni kezdett. Ettől beindult a szülés. Így született meg az első fiam. Misty saját családja küszködött anyagilag. A férjével ezért úgy gondolták, hogy Misty jó pénzt kereshetne striptease táncosként. De számára ez több volt, mint pénzforrás. Számomra ez volt a legjobb dolog a világon, a figyelem. Szerettem, ha figyelnek rám. Kívánatos akartam lenni. Ezért volt ez számomra nagyszerű dolog. Mert megkívántak. Elkezdett kokaint, majd crack-et fogyasztani, amelytől függő is lett. Kipróbáltam, és rá is kattantam. Teljesen függő lettem. Ez végre elvette a fájdalmat, azt a fájdalmat, amit évek óta éreztem. Misty hamar rájött, hogy a drog mellett nem tud gondoskodni a fiáról. Úgy éreztem, hogy lemondtam róla, és ahhoz, hogy újra visszakaphassam, először rendbe kell tennem az életemet. De az, hogy a nagynénje gondjaira bíztam, nem javított az életemen. A dolgok csak még jobban eldurvultak. Végül Misty elhagyta férjét egy másik férfi miatt. Amikor az a kapcsolat sem működött, egy barátja ajánlott neki egy olyan munkát, ahol még több pénzt tud keresni. 7 voltunk, mint prostituáltak. Jobban szerettük egymást, mint bárkit a világon. Megvédtük egymást, testvérek voltunk. Az a szeretet, ami köztünk volt, túlnőtt minden más szereteten, amit azelőtt bármikor is megtapasztaltam. Végre volt életem is, végre volt családom. A bajok ellenére ez a szeretet és a drogfüggőség 7 évig tartotta Mistyt az utcán. 2 elraboltak. Sokszor tartottak fegyvert a fejemhez, vagy kést a nyakamhoz. Egyszer egy férfi vonzolt az autója után. Az egyedüli megnyugvást a káoszban akkor élte át, amikor börtönbe került, 15. alkalommal. Bár olvasta a Bibliát, rájött, hogy valójában sohasem ismerte Istent. Hogy megmenti az embereket. Azt, hogy szeret. Amit az emberekért tett a Bibliában, az volt a szeretet. Ezt a fajta szeretetet kerestem. Ezt a feltétel nélküli szeretetet. A prostituált élet utolsó szakaszában Misty teherbe esett. Kétségbe esetten próbált lejönni a drogról, de tudta, ez addig nem fog sikerülni, amíg vissza nem kerül a börtönbe. Ezért késsel kirabolt egy férfit és bevitette magát. Azért imádkozott, hogy a bíró elküldje rehabilitációra. Akartam a gyereket, vissza akartam kapni az életem, vissza akartam kapni a másik fiamat. Azt mondtam, soha többé nem fog itt látni, és adott egy esélyt. Isten ő hozzá is szólhatott. Emlékszem, amikor azt mondtam, köszönöm, hogy meghallgattad az imámat.
A rehabilitáción Misty teljesen megértette, hogy Jézusra van szüksége. Nem sokára átadta a szívét Jézusnak. Jézus mindenben benne van. Innen tudom, hogy szeret. Ő váltott meg. Ő minden. Követni akarom őt az életem minden napján. Idővel Misty otthonra lelt és segítséget kapott, hogy munkát találjon. Hamarosan kibékült nagyobbik fiával, és eljutott arra is, hogy meg tudott bocsájtani azoknak, akik bántalmazták. Sohasem felejtem el, de megbocsátottam. Isten nekem is megbocsájtott már nagyon régen. Segített, hogy egy jobb életem legyen. Segített, hogy jobban szeressem a gyermekeimet. Közben sikeresen vezeti takarító cégét. Bár a családi kapcsolatai még nem álltak helyre teljesen, továbbra is Istenre néz, aki az ő életében is a szeretet forrása. Az egész életem megváltozott. Békességet, nyugalmat, üdvösséget nyertem. Isten kiragadott a saras fertőből, és sziklára állította a lábamat. Szilárd talajt tett a lábam alá.